Jó estét kívánok mindenkinek! A Miskolci Zen előadásunkat kezdjük egy mantrával. A mantrának egyedüli dolga az, hogy a tudatot kitisztítsa és a jelenlétedet megszilárdítsa. Rendkívül egyszerű, Om Nam. Ez az univerzuma maga tisztaságában. Ha szeretnéd, így egybetelted a kezedet. Alhasra koncentrálva, hétszer egymás után közösen Énekeljük el az Óm Nám mantrát. .osovozom... Köszönöm szépen. A zen azt jelenti, hogy a tudatot, a tiszta jelenlét, a tiszta, tükörszerű, térszerű állapotába hozod. Az eredeti állapotba, a születés és halál előtti állapotba, a jó és a rossz megjelenése előtti állapotba. Honnan jön a legmélyebb intuíciónk? Honnan jön a legmagasabb ihlet, mi az a mozdulat, ami az első, és nem valami másnak a következménye? Amikor megszületünk, nem kapunk használati utasítást arról, hogy mi az ember, mi a világ, és mi a dolgunk, miért születtünk meg. Rengeteg nézet foglalkozik ezzel. Vallás, tudomány, történelem. valójában miért vagyunk itt, mik vagyunk, és hová megyünk, amikor meghalunk, ezekre a kérdésekre egyértelmű, világos, megfelelbezhetetlen válaszokat nem kapunk. Tehát keressük az utunkat. Hol találod meg az utadat? Ott, ahol a kérdéseidre nem csak választ kapsz, hanem meglátod, hogy a kérdéseid honnan jönnek, és a válaszok Merre visznek? A zen szó szerint elmélyedést, egyévállást jelent. Ha a tudat tiszta, akkor ez az egyévált állapot megvalósul, és nagyon tisztán, világosan látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlelsz, gondolkodsz. És ha kell, teremtesz, ha kell, megtarthatsz, és hogyha kell, lebontasz vagy visszaforgatsz. Amit felfedezhetünk, akár kényszerből, akár szándékosan, de mindenképp akarattal, az a törvény, ami szerint az ember, az emberek működnek, az a törvény, amely szerint a világ működik, az a törvény, amely véleményfüggetlen és nem a pecsétektől és szavazatoktól függ. Ezt a törvényt hívják darmának. Az ok és okozat működésének a bölcsessége, az a fajta belátás, amely tapasztalati alapú, amely nem helyettesíthető semmivel, amely tiszta, mint maga a világegyetem. A karma, az ok és okozat egymásra következése, a szokások kialakulása, az azonosulások keletkezése, az önkép kialakulása. Ez az a folyamat, amelyet kényszerűen át kell látnunk. Ha nem látjuk át a karmát, akkor sohasem fogjuk megtapasztalni a darmát. Tehát a jelenségek működéséből rá kell jönnünk azok törvényszerűségeire is. Az ember rendkívül egyszerű lény, már ami a törvényeit illeti: boldogságkereső és szenvedéskerülő lények vagyunk. Látjuk a mulandóságot, de az öröklétet keressük. Látjuk a feltételhez kötöttséget, de a szabadságot keressük. Látjuk a tökéletlenséget, de a tökéletességet keressük. Rendkívül egyszerű. De az a karma, amelyet létrehozunk, az már nem ilyen egyszerű. Mi az, amit látsz? Mi az, amit hallasz? Mi az, amit csinálsz? Mi az, amit mondasz? Milyennek a következménye? A következmények következménye? Mi az, amit magaddal hoztál ebbe az életbe? Mi az, amit tovább viszel ebből az életből? Ezekre a kérdésekre nem tudsz választ akkor, hogyha a tudat zavart, hullámzik, mozog, hogyha szét van szedve jóra és rosszra, ezeknek a hatványaira. Igazából akkor tudsz tisztán látni, hogyha a tudatod letisztul, mint a tükör, mint a tónak a tükre, amikor semmiféle szél vagy hullámzás nem zavarja, és mutatja a tükör fölött a felhők mozgását, a fűszfa lombjának, a hajladozását, és akkor tisztán látunk mindent. Tehát a lélek tükrét azt lehet tapasztalni, mint emberek kényszerűen vagy szándékosan, de tapasztalnunk kell, különben nem lehetünk sem lelkismeretes, sem tiszta tudatú lények. A zen eredeti szanszkrit neve, elnevezése gyána. Ez Kínában csanna lett, utána csan, Koreában szon, és Japánban zen. Ez szó szerint a tudat egyévállását, letisztulását jelenti, a világ eredeti természetének és törvényének megtapasztalását, és így a jelenségek működésének a megtapasztalását is. Nagyon sok szutrában megpróbálták a tan lényegét leírni, és azt is leírják minden szutrában, hogy pusztán az írásokból nem lehet elsajátítani a zent. Ezért a zen első alapelve az, hogy ne támaszkodj az írásokra. Miért? Nem az írása fontos, hanem az a tudat, amelyik írja. Az a forrás honnan jön. A következő alapelv, közvetlenül az ember tudatára való irányulás. Nem kellenek köztes rendszerek, szimbólumok, fordítások, interpretációk, közvetlenül rákérdezel, hogy mi ez? Mi ez, ami bennem lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, beszél, cselekszik? Mi ez? A harmadik alapelv az, hogy a megvilágosodás egyenlő igazi önvalód megtapasztalásával. Igazi önvalód gondolkodás nélküli, kettősségektől mentes, nem születik és nem hal meg, de mégis ebben a pillanatban ez az, ami kimondja benned, hogy én. És mihet azonosul ezzel az én képpel, hibát követel. Amikor ezt az én képet eltávolítjuk az önvalónktól, szenvedést hozunk létre, mert a megalkotott kép és a valóság elkezd különbözni. Ha az önvalód és az önképed radikálisan, nagyon-nagyon nagy mértékben különbözik, akkor nagyon szenvedsz és szenved tetsz. Hogyha feloldod az önkép és az önvaló közti eltérést, akkor a szenvedést is megszünteted. A Budha ezért szólt a négy nemes igazság tanításával, megmutatta a szenvedés tényét, okát, megszüntetését és a megszüntetés útját. És amikor nem alakulnak ki téves nézetek a tudatban, amikor nem azonosulunk a téves nézetekkel, amikor nem építünk szokásokat ezekre az azonosulásokra, amikor a szokásokat nem különítjük el egymástól, amikor nem adunk külön testet megtestesülést ezeknek a szokásoknak, akkor fel tudjuk számolni azt a fajta szenvedésteli ciklust, amit szamszárának hívunk. Tehát a megvilágosodás egyenlő igazi önvaló tapasztalatával, ezt mondja ki a harmadik alapelv, azért, mert amíg az önképed és az önvalót különbözik, addig szenvedsz és szenvedtetsz. Mind a kettő egyszerre. És a negyedik pedig a tudattól tudatig közvetlen átadás, amely forma független, amely teljesen kultúra független, nyelvektől, kultúráktól, hagyományoktól és történelmi koroktól független, amikor a tanítvány felébred a tanító tudatára, és megvalósul az a fajta egyévállás, amely meditációban is tapasztalható, az az igazi átadás. Ahol ez a négy alapelv jelen van, ott a zen is jelen van, akár annak hívod, akár nem. Ahol viszont ez a négy alapelv nincs meg, tehát ragaszkodnak az írásokhoz. Külön metarendszereket alapítanak, és azon keresztül próbálnak gyakorolni. Ahol a megvilágosodás valami nagyon különlegeset, nagyon sokfélét, és nagyon-nagyon eltérőt jelent a saját önvaló tapasztalatától. Ahol a tudattól tudatig való átadás nem feltétele a tan áthagyományozásának, tehát ez a négy alapelv nincs, sérül, vagy nem működik, ott nincs zen, ott valami egyéb van. És ezzel nincs is semmi baj működhet ez másképp is, de ne hívjuk zennek azt, ami nem az. Ez a fajta tapasztalat és a tapasztalat helyes fölhasználása azt eredményezi, hogy minden pillanatban tisztán felismered a helyzetedet, tisztán teremtesz kapcsolatot, és tisztán cselekszel. Itt nyugaton nagyon sokféle környezetben megjelenik a tan, megjelenik iskolákban, megjelenik egyesületekben, óvodákban, könyvtárakban, zsinagógákban, templomokban, és mindig ugyanazt kérdezzük, kik vagyunk mi valójában, és mi a dolgunk, miért születtünk meg. És ahhoz, hogy ez, erre választ kapj, az magadba kell nézned. A ZEN tehát nem kész, könyvből olvasott megoldásokat kínál, nem abszolút értékű nézetekkel traktál, hanem megtanít a tapasztalat útjára. Tapasztald meg, hogy valójában a lelkedben mit hoztál le, és akkor a sorsod helyett utad lesz. Amíg nem látod át a döntéseidet, amíg azt hiszed, hogy el van döntve az életed előre, addig sorsod van. És rengeteget próbálsz meg erről megtudni. Amikor viszont magadban látod a saját karmádat, a felhalmozódásaidat, a szokásaidat, az ellentmondásaidat, a sok-sok paradoxont, amit hordozol, akkor ezeknek az energiájából és információjából építkezhetsz. Egyben el is hagyhatsz magadból bizonyos szokásokat és személyiségelemeket. Ekkor tudatosan látod azt a személyiséget, aki vagy. És ekkor utad van. Ahol tudatosan döntesz, ott az úton jársz, ahol azt hiszed, hogy ki vagy szolgáltatva erőknek, energiának, lényeknek, ott csak sorsod van és kiengedted a kezedből a választás, a döntés lehetőségét. Ha nagyon hozzászokunk ahhoz, hogy elfeledkezünk a legmélyebb emberi képességünkről, amely a megvilágosodás képessége, akkor nem ismerjük a buddha természetünket, nem gyakoroljuk azt, hogy felébredhetünk, hogy megvilágosodhatunk. És ha így van, akkor csak panaszkodunk és várjuk a csodát. Azt hisszük, hogy majd valami történik, ami megoldja az életünket. Majd belép valaki az ajtón, akitől majd a mi életünk jobb lesz, és erre várunk. Ez drámai. Azért drámai, mert mint ember sokkal többre vagyunk hivatottak, mint a puszta passzív elviselésére az életnek. Ehhez viszont át kell látnunk, hogy mi hogyan működünk, hogyan működik a másik ember, hogyan működik egy társadalom, az emberi civilizáció és ez az egész bolygó maga. Ez egy felfedező út. Ehhez aktívan és cselekvően kell hozzáállni ahhoz, hogy működjön. És hogyha a válságaid, a kérdéseid már megérleltek téged, mint embert, akkor valamit teszel, valamilyen úton elindulsz, valamit fel akarsz fedezni valamilyen kérdést meg akarsz válaszolni. És abban a pillanatban tudatosan rálépsz az útra, mert már nem elegendőek a konzervdobozból, könyvtárakból és egyéb helyekről kihúzott késztermékek, a kész válaszok. Már magad akarod megtermelni azokat. Úgyhogy ha ebben a tevékenységében valakinek a kérdésfeltevés segít, akkor kérdezzetek. Szóval az lenne a kérdésem, hogy mostanában elég sok feszültség gyűlik fel bennem időről időre, és hogy ezt az energiát, ezt bele lehet -e forgatni úgy, hogy hasznomra váljon a gyakorlat során, vagy hogy hogyan tudnám kezelni ezt a dolgot. A gyakorlatnak három fontos területe van. Az egyik a fizikai, a másik a beszédbeli, és a harmadik a tudati. Tehát, hogyha a feszültség jelenik meg benned, akkor jó hírem van, életben vagy csak a halottban nincs feszültség. A leborulás nagyon jó gyakorlat. A leborulás az energiarendszeredet is helyre rakja, a tudatodat is helyre rakja, kifejezi a helyes viszonyulást, látszólag ugye, külsődleges a mozdulat, de a leborulás eredeti értelme az, hogy a megvilágosodott tudatot emeled a legfőső helyre, a karmádat hátrahagyod, te és a világegyetem egyéváltok. váltok ez az értelme és a működése. A beszédbeli gyakorlat, a mantra. A zajt törlöd, a jelt meghagyod. És a tudati gyakorlat az egyik, azt mondom, leghosszabban tartó, legmélyebbre menő művelet. Minden karmát félreteszel, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolsz, érzel, azt mind látod, de nem azonosulsz vele, ezt egész addig folytatod, amíg igaz önvalódat meg nem tapasztalod. Az ember három alapelem mutat erre rá, nagy kérdés, nagy bátorság és nagy hit. A nagy kérdés az, hogy mi ez? Mi vagyok? A nagy bátorság ahhoz kell, hogy elviseld azt a filmgyűjteményt, amit belő végig kell nézned addig, amíg meg nem tapasztalod, hogy valójában ki vagy és ezen tapasztalat adja a hitet, nem valakinek a szava, vagy az írások, vagy a hagyomány, vagy a logika, vagy kísérletek, szertartások, nem ez adja a hitet, hanem az a szellemi tapasztalat, amely a téves nézeteket megszüntet, és a tisztánlátást elhozza. Semmi más. Tehát cselekedetben, szóban, tudatban, ezt a hármat sose felejtsd. Nagy kérdés, nagy bátorság és nagy hit. Ekkor minden feszkó szépen megpördül, visszatér a tantienetbe és boldog vagy. Azért, mert egy idő után az ember rájön, hogy a boldogság az alapvetően lélekállapot kérdése, nem környezetfüggő. A lélekállapot pedig energiatartalom és információ kérdése. Milyen gondolatokkal és érzelmekkel élsz, milyen szavakkal szólsz, és milyen cselekedeteket hajtasz végre, és mindezt milyen energiaszinten. Ha alacsony az energiaszinted, nagyon könnyen kibillentenek, nagyon könnyen provokálhatnak, a reakciókkal nagyon könnyen lelked begázolhatnak, ha erős vagy, akkor mindez lepattan rólad, úgy, hogy közben 100%-ig érzékelsz mindent. De nincs kényszeres reakció. Nincs kimozdulás. Tehát ha megfelelő az energiaszint és megfelelő az információtartalom, akkor az bizony boldogság élmény lehet, és most ez akármennyire is hidegnek, diagnosztikusnak vagy tudományosnak hangozhat, ha már eleget tapasztaltál, látod, hogy ez nem hormonállapot kérdése, nem környezet kérdése, nem még csak emberi társaság kérdése sem, és ez nagyon komoly, hanem a saját tudatállapotod, lélekállapotod kérdése. Na, ezt hívjuk szellemi önállóságnak. Azt mondtad, ha jól értem, hogy tulajdonképpen akkor vagyunk igazán erősek, hogyha az energiaszintünk magasan van. És az elsősorban tőlünk függ. Tehát akár mennyire is a külső körülményeket próbáljuk okolni, vagy abba projektelni, ez magunktól függ, hogy hol tartjuk az energiaszintünket. Ö hogy tudom észrevenni? Mert azt általában mindenki észreveszi, amikor nagyon toppon van, vagy nagyon alul, de hogy tudom észrevenni, hogy hol kezd szivárogni az energiám, és mik azok a források, amik, amiktől saját magam lemerítem magam. Hirtelen gyengül a jelenléted. Tehát kényszerűen belementél egy abstrakcióba. Kényszerűen ott ragadtál a múltban, vagy elkezdtél aggódni a jövő miatt. Tehát amikor a tudat széttörik múltra, jelenre, jövőre, akkor gyengült az energiaszintje amikor hirtelen aggódni kezd, reaktív tudata elkezd kettősségeket gyártani, gyengült az energia szintje. Hogyha olyan kétségek merülnek fel, meg felszabdalják a tetrekészségét, szintén gyengült az energiaszintje. Tehát a szivárgást azt nagyon sokféleképpen lehet észrevenni. Az egyik az, hogy megjelenik a vágy vagy a dű. Tehát bármelyik szélsőség jelenik meg, akkor a hajó már lék van, és jön be a víz, és elkezd sűlyedni. Úgyhogy, ha nincs duális reaktív tudat, akkor nem alakul ki a vágy és a dű kényszerképzete, és akkor nincs energiaveszteség sem. És azt, hogy tudom észrevenni, hogy mi az, ami provokált ezt a dualitást bennem? Ez az ok és okozat látásából lesz. Tehát például van egy olyan emberi kapcsolatod, hogy megjelenik a szobában, és téged kiver a víz. Meg kell nézni, hogy ez az ember milyen érzelmeket vált ki belőled, milyen gondolatokat vált ki belőled, mi az, amit megtennél a jelenlétében, de nem teszed, mi az, amitől tartózkodnod kéne, de mégis megteszed. Tehát ha olyan van, hogy megteszed, de nem kéne, vagy meg kéne tenni, de mégsem teszed, akkor elképesztő libikóka alakul ki, és örlődsz, a kétségek közt örlődsz. Hát ennek a meghaladása csak egy kitartó, világos meditációs gyakorlattal lehetséges, amikor ezekre a jelenségekre belül rálátsz, és a rálátással meghaladod őket. Tehát a rálátás nem csak azért kell, hogy információt szerez, hanem azért, hogy az azonosság megszűnjön, az identifikáció megtörjön, és amikor elvágod a gondolkodást és visszatérsz ebbe a pontba, akkor ez gondolattól mentes, kettősségektől mentes, reakcióktól mentes, és nyugodt tudsz maradni, tiszta tudattal tudsz jelen lenni, még olyan személy jelenlétében is, akitől egyébként a világban lenne félni valód, aki esetleg fenyegető. Ugyanez ez a dűtípusú reakciónak a kontrollálása. A másik, amikor vágy van, és ez sokkal nehezebb, hiszen a fogyasztói társadalom arra kondicionál, hogy a vágyaidat minél nagyobb energiával élt ki. De hogyha eleget éltünk, és ebben a teremben már mindenki élt ehhez eleget, hogy tudd, ha túl sok vágyat élsz ki, akkor csökken az energiaszinted, és kifáradsz bele, és elvileg boldognak kéne lennem a sok-sok shoppingolás, moziba tévénézés és egyebek után, reggel fölkel az ember, és mintha egy tank ment volna át rajta, és nem tudja, hogy mitől. Kielte a vágyait, és rengeteg energiát veszített vele. Úgyhogy a vágytípusú reakciók és a dütípusú reakciók kordában tartása az nem a frajdi elfolytás ugye, mechanizmusával működtethető jól. Tehát nem gondolattal gondolatot kontrollálok, magyarázok, aprózok föl, rakok össze új struktúrába, és az érzelmekkel sem ugyanígy bánok, hogy az érzelmeket érzelmekkel elkezdem dúsítani, relativizálni, hanem egyszerűen leállítod a tudatot, hogy ne mozduljon, és tisztán látsz ebben a pillanatban. Ha ez a nem ragaszkodás megvalósul a tisztánlátás által, akkor automatikusan az energiaszinted növekszik. Akik a templomban végigcsinálnak egy jó párnapos napos elvonulást. Ez a három nap kezdésnek nem rossz, tehát lehet ez alatt is egy kis energianövekményt tapasztalni, de akik mondjuk a 90 napos részére vagy egészére beiratkoznak, és három hét és három hónap között teljesítenek egy jót, azok nem tudják miért, de amikor kilépnek a templomajton, elképesztően boldogok, és nem azért, mert valaki boldoggá tette őket. A napi 8 óra meditáció az nem éppen egy boldoggá tevő eszköz. De mégis az energia szintje visszaállt, vagy éppen megemelkedett a hétköznapihoz képest. Leegyszerűsödött a tudat, már nem mászkál annyit, nem mozog annyit, nem megy el a múltba, a jelenbe és a jövőbe. És ebből a jelenlétből, osztatlanságból, energianövekvényből egy spontán és nem túl jól magyarázható boldogság élmény származik. És ez így van rendjén? Ha megkérdeznénk a világon élő embereket ma, vagy csak Magyarországon, mondjuk megkérdeznénk az embereket, akkor szerintem többségük túlnyomó részt meg tudná fogalmazni, hogy milyen világban, milyen életet szeretne élni. Tisztában van azzal, tudja, és meg is tudná fogalmazni, hogy milyen jó és szép világ, mi az, amire nem, uh, mi az, amit. Uh, szeretne felszámolni, ne legyen háború, bűnözés, szegénység, éhínség, stb. És mi az, amire, amit szeretne egy szép és jó világban, biztonság legyen, jó lét, szeretet, béke, boldogság, együttérzés, stb. És mégis azt látom, évszázadok, évezredek óta, hogy akár kis országunkban, akár globálisan, egyetlen egyet sem sikerült ebből felszámolni, Avagy elérni, megvalósítani. Továbbra is vannak háborúk, szegénység, éhénység, nincs béke, biztonság, továbbra is itt van a bűnözés, erőszak. De ha leviszem egyéni szintre, a saját szintemre, kicsit kapcsolódva az előző kérdésekhez, azt gondolom, hogy én is tudom, mint egyén, hogy milyen egy jó ember, hogyan kell helyesen gondolkozni, beszélni, cselekedni, helyes tettek. Mégis túl gyakran, Tapasztalom azt, hogy adott szituációban nem helyesen cselekszem, beszélek, reagálok. Egy adott uh, helyzetben uh, érzem és tudom, hogy helytelenül reagáltam. Általában azonnal, van, amikor kicsit később, de mindig tudom és érzem, nem csaphatom be magam. Viszont elkövettem ismét többször ezt a hibát. A kérdésem az, hogy miért van ez így, tehát, hogy világi, globális szinten. És egyéni szinten is úgy gondolom, hogy tudom, hogy mi a jó, mégis mégis itt tartunk, és mégis elkövetem én is, vagy hogyan lehet elérni, megvalósítani azt, amit szép és jó helyesnek tartok. Volt egyszer egy zenmester, akit Subong szunyimnak hívtak, és mostanában gyakran eszembe jut, mert körülbelül most léptem abba a korba, amikor ő meghalt. És ugyanez 1994-ben történt, de mély nyomot hagyott az emlékemben azért, mert gyakoroltam vele, nagyon tiszteltem, és nagyon nagyszerű zenmesternek tartom a mai napig, és ő lett volna Sung zenmesternek a főútódja, és mindenki azt várta, hogy majd ő lesz a zenmester, és az összes többi ember, aki szintén megkapta a tanc, és szintén zenmesteri rangban van, majd ők ugye számítanak rá, vezetőjükként tisztelik, és így megy tovább a hagyomány apáról fiúra, zenmesterről zenmesterre. Nem így történt, és ez mindenkit elképesztően fölébreztett arra, hogy a világ nem lesz olyan, mint amilyennek szeretném. Én elgondolhatom, hogy ez milyen legyen, de nem tudott kiszámítani sem a mulandóságot, sem a feltételhez kötöttséget, sem pedig a tökéletlenséget, azaz befejezetlenséget. A fő történet, amely egyébként választ fog adni a kérdésedre, Subong van. Ő Amerikában élt elég sokat, és a keleti parton egyszer meginvitálták egy hajóútra. És erre a turistahajóra felszállt egy ilyen újságíró is, aki az operatőrével együtt interjúkat készített. Az interjú az arról szólt, hogy mindenkinek föltette ugyanazt a kérdést, hogy mit tart a legundorítóbb dolognak a világon. Kapta a válaszokat, ment utasról utasra, és elért Subong Szunyimoza aki, mint minden koreai szerzetes, szerzetesi ruhában, ült és nézte a tájat, és oda lép hozzá az újságról, excuse me, sir, feltehetnék -e egy kérdést önnek. Azt mondja, persze. Mi a legundorítóbb dolog a világon? Mert Szubong Szönyi mit szólt? Ki vagy? Azt mondja az újságíró, én értem, hogy valami meditációval foglalkozhat, és ez a kérdés fontos önnek, de hogyha megengedi, most egy másik kérdést tennék föl. Mi a legundorítóbb dolog a világon? Szubong Szönyi ránéz mélyen, és azt mondja, ki vagy? Ja, oké, oké. Tehát én egy, én egy újságíró vagyok, a nevem ez és ez, ugye és a szubong szönyű félbevágni, nem, ez a neved, és ez a foglalkozásod. Ki vagy? Hát ember vagyok, férfi vagyok, megpróbálok én is használni valamit, a világnak már egy kicsit menekülőre fogtad. No, Nem, nem, nem. Ez a születésed, ez a nemed, ez a biológiai hovatartozásod, de te ki vagy? két-három meneten keresztül még ment, aztán az újságíró padlót fogott, és azt mondta, nem tudom. Nem tudod? Nem tudod, hogy ki vagy, és közben jársz körbe-körbe, és az embereknek teszel föl kérdéseket? Na, ez a legundorítóbb dolog a világon. <gül> <gül> Jó, tehát alapvetően nem ismerjük önmagunkat, és ebből a nem tudásból, ebből az információhiányból, származik az összes olyan akadály, amely miatt nem tudjuk megvalósítani ezeket a gyönyörű álmokat. Ezért mondja ugye az egyik ilyen népi közmondás, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Tehát ha igazából ismernék magunkat, másokat, a világot, ennek a működését, tehát a darmát, akkor a valóság talaján állnánk. Akkor nem lenne részleges képünk magunkról és a világról, nem helyettesítenénk be az ideáinkkal a valóságot, és akkor megvalósíthatóak lennének ezek, amiről beszéltél a kérdésedben. De mindaddig, amíg az önképünk és az önvalónk különbözik, mindaddig, amíg legyártjuk a szenvedést, és nem látjuk meg annak az okát, a megszüntetését és a megszüntetés útját, addig ugyanezt fogjuk csinálni. Bármilyen, színben, felekezetben, rendszerben, társadalmi rendszerben, teljesen mindegy. Amíg ugyanazzal a tudatminőséggel élünk, ugyanazt az eredményt fogjuk létrehozni. Ha emelkedik a tudatminőség, akkor kevesebb szenvedést, vagy zéró szenvedést. Tehát ez nagyon fontos, erre mi mind képesek vagyunk. Csak mennyire tart minket uralma alatt a korábbi karmánk, Mennyire látjuk át a szokásainkat, az azonosulásainkat, a téves nézeteinket, a hamis önképeinket, és mennyire vagyunk hajlandók elveszíteni ezeket az illúziókat. Aki elég időt tölt a meditációs kuktafazékban, arról lefoszlanak az illúziók. És ezért sem népszerű. Tehát nem gyors boldogságot, mentális szénhidrátot és egyebet kapsz az zentől, hanem legelső sorban illúzióvesztést és tért fájdalmat tértfájdalom hamarabb gyógyul. De a léleknek az önképváltozása, az illúzió vesztése, az egy kőkemény folyamat. És az a szép benne, hogyha egyszer ráálltál, akkor nem fogsz egy idő után leszokni róla, mert érzed, és a lelkiismereted mutatja, hogy na most ráálltam egy parkoló parkolópályára. Ugyan most békén hagytam magamat, és úgy jól vagyok, de elkezdtem megint magamba tömni azt, amit épp a múlt héten dobtam ki. Minek? Mit akartam elérni vele? És akkor kezdünk el fölébredni. Ne higgyük azt a megvilágosodást, hogy hatalmas hang és fényjelenségekkel belép a légkörödbe egy személyes meteorit, felrobban, és akkor te ott vagy a tutiban. Tehát ilyen nincs. Teljesen mindegy, hogy milyen tapasztalat soron keresztül jutsz el önmagadhoz. Az a fontos, hogy megtartsd a tiszta tudatot. Tehát a zen csak az ajtó felé mutat, és ez a kapu, vagy ajtó, ez a nem gondolkodás, a nem dualisztikus tudat kapuja. De tapasztalnod neked kell, ha akarsz. Ott a kulcs, belemered -e a zárba, elfordítod-e, kinyitod-e, és átjutsz-e a kapun. Az eniránytű így szól, ha át akarsz jutni ezen a kapun, ne engedj a gondolatnak. És hogy egy kicsikét még segítsek rajtad ezek után, idézek egy koant cson zenmestertől. Námcson zenmestert megkérdezték, létezik-e szavak nélküli tanítás minden érző lény számára? Erre Námcson azt mondta, létezik. És milyen tanítás az? Nem látható, nem hallható, nem érzékelhető semmi módon, mondta Námcson. Első kérdés. Hol hibázott az enmester? Második kérdés. Létezik-e szavak nélküli tanítás minden érző lény számára? Ha ezt megfejted, akkor megfejted a tudat egyik legfontosabb törvényszerűségét, ahogy működik. És akkor közelebb kerülsz az ideálok helyes megvalósításához. Addig csak árnyékbox van, meg kötszurkálás. Találkoztam egy ö, olyan mantrával, ami a beszéd által létrehozott rossz karmától óv meg, vagy azt tisztítja. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan működik ez a mantra, vagy van -e esetleg amit, olyan, amit tudni kell erről? Ez úgy működik, hogy Suri suri ma suri su suri sabha suri suri, suri, sabaha, suri, 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 suri Észrevettél valamit a beszédemben? Hát, hogy a, a, a mantra szólt. Így van. Ez alatt nem követtünk el hibát. Köszönöm. Egyéb kérdés? Egyszerű kérdés. A zen foglalkozik-e Istennel, van-e Isten? Úgy nagyjából ennyi. A zen azt kérdezi, hogy te foglalkozol-e Istennel, és szerinted van-e Isten? Köszönöm. Szívesen. Tessék. Arról szeretnének kérdezni, hogy mi a véleményed. A... Mondtad, hogy segítőn nem vehetjük át a karmáját. És uh, akkor uh, gondoltam, hogy most jött el az ideje, hogy megkérdezem, hogy mi a véleményed arról, hogy hatással tudunk-e lenni valaki másnak a belső motivációjára? Nagyon. De motiválni teljesen kívülről nem lehet az illetőt. Fantasztikus mértékben tudunk az ember motivációjához, lelkiségéhez, életöröméhez hozzájárulni, és abból el is tudunk venni. De teljesen meghatározni kívülről nem lehet. Ahhoz ő is kell. Tehát van olyan, hogy elhalmozod minden, és minden rendben van, és mégis nem hajlandó kilépni a depresszióból. Vagy valaki, akinek elképesztően erős akarata van, akármi történik, ő akkor is vidám, vidor, közöme elpusztult körülötte minden, de ő még mindig rendben van. Tud, tudod motiválni, na de milyen talajba hullik az a mag. Pontosan ki az, milyen lélek az, aki ezt tapasztalja. Tehát van olyan, hogy bekopogtatsz, azonnal megnyílik az ajtó, gyönyörűen lehet vele kommunikálni, átmennek szinte szavak nélkül a gondolatok, és egy olyasféle emberi kapcsolati minőség mutatkozik meg, hogy egyszerűen vele akarsz lenni és vele akarsz kommunikálni, egyszerűen fantasztikus, amit tapasztalsz. Mindegy, hogy miről van szó. Másik, húsz éve ismered, már nagyon meg kéne értenetek egymást, de mint a beton. Mint a beton. Nem érti meg. Pedig látod a szemén, hogy rád néz, hall a fülével, szólhatna is a szájával, és nincs valódi kapcsolat. Megszólal, és a második mondat után elveszíted a fonalat, mert nem érted, hogy valójában mi az értelme a beszédének. Nem látod át? Tehát nagyon-nagyon függ attól a lélektől, aki kapja ezeket az impulzusokat. És ezt el kell tudni viselni. Tehát mi az a hang, amit megért? Mi az az inger küszöb, amelyik éppen elégséges neki? Mi módon hallja meg azt, amit közölsz? És ez néha nagyon elszomorító. Ez van. Szöget ütött a fejemben a ki vagy kérdés. Mekkorát százas szöget, vagy hát csak hatvanast, mert nem mindegy. Ki kell húzni egyszer, igen? Ha véletlenül találkoznék egyszer valakivel egy hajón, aki megkérdezné tőlem, hogyan tudnék neki válaszolni? Gyere el, légy a workshopra, és egy picit meditáljál ezen, nem fogom lelőni a point. Ez a kérdés, hogy mi vagyok, vagy mi ez, ez néha évekig tart, hogy valami épkézlábat tudj alkotni erre, és aztán ki fog derülni, hogy nem a kérdésre adott válasz a legfontosabb, hanem az a forrása, honnan a kérdés megjelenik. Tehát tapasztalat nélkül nincs gyakorlat. Tehát szeretjük az édességet, szeretjük a boldogságot, szeretjük a sokféle csokit, de nagyon nehezen jutunk el a csoki gyárig. Azt pedig még nehezebben fogadjuk el, hogy a csoki gyár nem édes, csak a csoki édes. De ahhoz, hogy te felnőtté válj szellemileg, ahhoz meg kell látni azt a katlant, amiből mindig az adott lélek szépen kijönti önmagát azt, amiből mindig keletkezel, és ahova mindig visszaszállsz. És ehhez az kell, hogy azt a szilárdnak tűnő önképet, aminek hiszed magad, azt el kell tudni engedni. És ezért a személyiségnek sokkal inkább iránya van sem, mint határozott körvonala. És ez az irány dönti el, hogy megengedsz -e magadnak bizonyos dolgokat, cselekedeteket, szavakat, vagy sem. Mert ez az irány valami felé elvisz, valamivé változtat, de ez sokkal inkább egy sorozat, Semmint egy állapot, élménydús és realizációban, illetve csalódásokban bővelkedő zengyakorlatot kívánok, ahhoz, hogy a kérdésnek a forrását és eredetét megtapasztald. És akkor felnőtté válunk, mert bemertünk lépni a csoki gyárba, és nem ragaszkodtunk az édességhez a boltban. Hát, sok sok ismerősöm és sok családtagom mondja azt rólam, hogy én erős vagyok. Én vagyok a legerősebb, én tartom bennük a lelket. Most nemrég közeli, nagyon közeli barátaim halálát és haldoklását néztem végig, és végig mellettük voltam. És komoly beavatkozás is várnám nem sokára. Mindig felálltam a padlóról, a kőkemény helyekről, de mit csináljuk akkor, ha, ha egyszer csak eljön ez a pont, amikor úgy érzem, hogy nem bírom tovább? Mit nem bírsz tovább? Nem bírom. Tovább ezt a sok negatív dolgot, ami, ami ér az életem során. Mi bennük a negatív? Például, amikor látom a legjobb barátnőmet, ahogy épül lefelé egyre lejjebb, aztán meghal. Ez nem az életnek a része, hogy egyszer csak betegségből, egyébből kifolyólag a fizikum elveszti a korábbi képességeit, leépül és meghal? De igen, az élet része csak. Akkor miért negatív? Én negatívnak éltem meg, mert nem tehettem ellene semmit. Ezen a ponton veszíted el az erődet. Ne csinálj belőle negatívot. Aki megszületik, az meghal. Ez törvény. Az univerzum nem véleményfüggő. Tehát ha te negatívnak állítod be ezeket a tényeket, a dualisztikus tudatműködésed egyre több energiát viszel abból az eredeti emberi jelenlétből, amelyel tudtad egy ideig segíteni őket. Teljesen természetes az, hogy van születés, öregség, betegség, halál. Ezt néha nagyon rosszul éljük meg, amikor valaki túl hamar, közel áll hozzánk, stb. élhetett volna. Ezeket mind tudjuk, de ez a mi vágyunk, ez a mi véleményünk. A baktérium ezt nem tudja, a vírus sem. Tehát ne negatívnak állítsd be, csak lásd, hogy az az ember szenved és segíts neki. Ez nem pozitív vagy negatív, ez az életnek a része. És akkor nem kerülsz a padlóra. Akkor egyszerűen, ha valamilyen szellemi gyakorlatot csinálsz, minden nap újra töltöd magad, és nem kérdőjelezed meg azt a helyzetet, amelyben a másik van. Elfogadni és tovább lépni. Elfogadni, segíteni és tovább lépni. Egyszer Mágyó zenmestert megkérdezték. Hogy szolgál a tiszteletre méltó egészsége? Az mester elképesztően beteg volt, így ágyhoz kötve, ott feküdt. És erre azt mondja a szolgálónak, naparcú butha, holdarcú butha. Első kérdés. Mit jelent az, hogy naparcú butha, holdarcú butha? Második. Ha te lettél volna a szolgáló, hogyan feleltél volna az mesternek Így is lehet. Itt szó volt korábban a gondolatok megállításának a fontosságáról, mert hogy a szenvedést sokszor azzal hozzuk létre, hogy vég nélkül gondolkozunk a problémákról. És amikor megvan már az a tudatosságunk, hogy ezeket a zen vagy buddhista gyakorlatokat elvégezzük, meditációt, mantrát vagy bármi mást, akkor ez egy jó megoldás. De mi van akkor, amikor erre nincs lehetőség, vagy valakinek nincs meg az a tudatossága, hogy ilyen dolgokkal foglalkozom? Van -e erre az ennek valamilyen ötlete, hogy segítség, ahhoz, hogy a gondolatokat hogyan állítsuk meg ilyen Van. Esetben? Hallod az autó hangját? Érzed a saját lélegzeted? Érzed azt, ahogy a tested a széken ül, itt az eszköz. Sose veszítsd el ezt az egyszerű és tiszta, jelenlévő tudatosságot, amely tisztán lát, tisztán hall, tisztán cselekszik, tisztán beszél, és a többi. Hát mindaz, az összes ingerhatás, amely normális, tehát a képzetlen tudat, Szétesését, széttagolódását eredményezheti, pontosan ugyanazokat az ingerhatásokat fordítod arra, hogy a pillanatban maradj. És akkor az egész az oldaladra áll, és nincs ellenség. Nem veszítesz semmit. Tehát az utonjárók csak az illúzióikat veszíthetik el. Semmi többet. Azt egyébként mindenki elveszíti, csak nem mindegy, hogy mikor és hogyan. Hát a hiedelmekben nem az a probléma, hogy hiszünk valamit, ami nincs úgy, vallunk valamit, ami nem működik a mélyben, hanem pont akkor hagynak ezek a hiedelmek minket cserben, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk, lásd betegség, öregség és halál állapota. Miért ne lehetne előtte megszabadulni ezektől, és visszatérni valami egyszerűhöz és tisztához, amely soha nem hagy cserben. Tehát az eredeti kérdés, ami ez? És az erre alapozódó jelenlét és tiszta tudat, az eredetileg így hangzik, hogy ülve, állva, járva, fekve, csendben, beszédben, testben és testen kívül, álomban és ébrenlétben, folyamatosan, megállás nélkül, mi ez? Motoszkáltnál bennem egy kérdésre, akkor talán most érett meg, hogy valahogy így hangzott volna eredetileg, hogy sokszor van az, hogy elhatározok valamit, tudom, hogy az... Nem csak nekem lenne jó, nem a környezetemben lévőknek is esetleg jó lenne. Mégsem tudom végigvinni, a elfogy, a kitartásom megtörik, széttörik darabokra, aztán egy idő után újra rendeződik, és akkor ebben a ciklusban kezd el ö, körkörösen jelni. De jól látott te! De, hogy De ez gyönyörű! Akkor ez igazából ez egy hiedelem, és akkor, hogyha ez egy hiedelem, akkor ez hogy tudom a... nem. Nem hiedelem. Ez észrevétel. Észrevételezted a saját karmádat, sőt, alá is írtad, le is pecsételted, hogy ez te vagy. Fontos az észrevétel. De utána a változtatás is. Adjál be magadhoz változtatási kérelmet. Jó? Beszélj a saját hatóságoddal, és hogyha nincsen változtatási tilalom, akkor adjál be egy tanulmánytervet, és a tanulmányterv alapján a karma változtatását pontról pontra, ahogy a testület megszavazza, a gondolatod, az érzelmeid, a szavaid, a cselekedetek, a szavazati arány az négy és nulla kell, hogy legyen. Tehát egyet kell értsél a saját tanulmányterveddel, és akkor végigviszed úgy, hogy a rendezési terv, a saját karmád rendezési terve, egy nagyobb táj harmóniáját szolgálja, és ekkor végigviszed. Ha nem, akkor ugyanazokba a beépítési problémákba szépen visszakanyarodsz, kátyúsak maradnak az utak, rendezetlenek az zöld területek, nem ürítik ki a publikus szemetes tartókat, és nem váltják ki a horgászengedélyeket sem. De hogyha te belül, mindezeket végigjátszod, egy mozdulattal elvágod a saját gondolkodásod habituális fonalát, és azt teszed, amire valóban szükség van, akkor ki tudsz ebből jönni. A titok itt egy másik ember. Ezt te egyedül saját magadért nem fogod tudni megcsinálni, nem is lenne túl nagy értelme. De ha van egy másik ember, vagy emberek, akik ezt kérik tőled, hogy legyél szíves, változtassál magadon egy kicsit. És akkor mi jobban fogunk téged szeretni, akkor ez egy hatalmas motiváló erő lehet, de, mint azt az előbb mondtam, csak te tudod elvégezni a feladatot, szépen, szisztematikusan, spirálozva, három példányban érkeztetve. És akkor rendben van. Na most, amikor te erre ráállsz, akkor már az utat elkezdett követni. Amikor már nem csak észrevételezzel, hanem beindult a folyamat, akkor ez a nagyon komoly belső rendezési terv egyszer csak kiadja azt az én képet, amelyel jó együtt élni, jó kapcsolatban lenni vele, jó vele dolgozni, és a többi. Amíg ez csak rólad szól, addig az ember elveszíti a kitartását, a meggyőződését, a hitét. Miért egy másik ember vagy embercsoport ebben benne van, sőt, egyesek tükröt is tartanak eléd, akkor onnantól kezdve beindul valami, ami már nem csak rólad szól, de te nagyon fontos része vagy. És ezt hívom az emberek közötti harmóniának, a megfelelő kapcsolatnak, ahol mindenki az, aki, de valami sokkal nagyobbról van szó, mint a puszta egyéni akarat megvalósítása. Egyelőre még zavaros, hogy hogy kell ezt a rendezési tervet megírni. Nem kell külön céghez folyamodni, hanem leírsz magadnak egy olyan vázlat szerkezetet, amely a beadvány lesz később magadnak elkészítesz egy beadványt, hogy szeretném a belső karmikus tervpályázatot megnyerni, és egy új karmával fellépni, és ezáltal más életprogramot megvalósítani, mint eddig. És akkor fogod magad, és én ezt nem szeretném, ezeket elbontom, ezeket szeretném, ezeket fölépítem, és közben még környezetbarát viselkedést is tanúsítok. Tehát a karmámat teljesen bio ISO 9001-es szennyvíz tisztító művel lebontom. És ez nagyon fontos, hogy úgy bontsam le, hogy utána már egyéb ilyen dűre és kapzsiságra utaló jel már ne legyen, hanem úgy szépen, a jelenben, tisztán. És akkor újraépítheted magad. Köszönöm. Szívesen. Alvás és álmok témájában szeretnék kérdezni. Miért lehet az, így van, amikor ez nem sikerül? az embernek. Át kell fordulni Vizsgál a másik oldaladra. Készül, vagy bármi olyan problémája, hogy csak motoszkál, motoszkál, és ugye az ember nem tudja kikapcsolni hogy elég, jó, most már azt. és akkor is jön. Pe, 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 pe. Tehát ilyen helyzetekben mi csinálhat az ember, vagy mi a megoldás? 200 leborulás. 200 leborulás, az, ezt e, e az útból, vagy... Jó, két órakor. Akkor a legjobb. Matrac, mala vagy ha nem, akkor futsz két kört a ház körül, de az nem ugyanaz, utána mindig a leborulás az jobban segít. Ez mondjuk olyankor a hajnal kettőben, és mondjuk négy órakor már ébredni kér, hogy megy az ember dolgozni. Sokkal jobban fölébredsz, hogyha az alvást ciklust egy tisztább tudattal kezded meg. Tehát törölni kell a zajt. Mert azt viszed be az állomállapotba, tudatosság kilő, mert ugye test valamilyen szinten elfáradt, csak zaj van, még álmodni se tudsz rendesen, mert a tudat álomállapot helyett feldolgoz, 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 feldolgoz. Nem jó. Tessék törölni. Ezért lehet, hogy az ember hiába alszik, mondjuk akár keveset, akár sokat, és még mindig még talán fáradtabban ébred fel, mint amennyire lefekszik. Persze, nem tudta kikapcsolni a fogalomalkotó elemző tudatosságát, a megkülönböztetőt, az emlékezőt. Gyakorlatilag kiverte a biztosítékot, de a berendezés a konyhába még mindig megy. Értem, köszi. Uh, észrevettem magamon, hogy amikor használok egy mantrát, akkor uh, az valamikor nagyon jól működik, vagy úgy érzem, hogy működik nálam, viszont ugyanaz a mantra egy másik helyzetben uh, mondjam azt, hogy cserben hagy, vagy, vagy, vagy... Olyan... Azt olyan a mantráját érzés. neki te. hogy? De? Tehát akkor nem működik. Hol hibázok? Vagy mit? Mi a probléma? Nézd meg az egész helyzethez a hozzáállásodat. Tehát mi az, amitől félsz, és mi az, amit remélsz egy adott helyzetben. Ha túl sok a remény és a félelem, akkor nem működik a mantra. Ha csak a mantra megy, akkor minden más tudati reakció az eltűnik. De ha csak félig csinálod a mantrát, vagy 30%-ig, akkor a maradék helyet elfoglalja a saját agyalmány érzelmileg, gondolatilag. És akkor nem működik a mantra. Én is szintén észrevettem, hogy ha mantrát használom, akkor ugye nem csak ugye mondom a szavakat, hanem így dallamosan kezdem el, hogy hogyha énekelném azt az adott mantrát, hogy ez probléma-e, vagy, vagy nem. Ha nem zavarja meg a tudatot, akkor nem probléma. Hogyha a dallam ugye elkezd túl sokat hullámzani, a mantra pedig felgyorsul, és ők... na, az, az nem. Általában belül a dallamot nem szoktuk kérni vagy erőltetni, de ha neked természetesen dallamosan jön, semmi gond, de nem kell tolni a dallamot külön akarattal. Jo? Egyéb kérdés? Egy kicsit másik témával kapcsolatosan kérdeznék. Meditálás, ugye a gyakorlat lényege, vagy célja az, mondjuk így, hogy a jelenléti állapotot elérjük. Ugye a meditálás maga a jelenlét lenne. Ha ezt mondjuk egy olyan gyakorlat közben érjük el, ami nem, mondjuk egészségügyi probléma miatt nekem most, én nem tudok hosszabb ideig ülni, tehát kellemetlen, kényelmetlen. Ha mondjuk mozgás közben jogázni szoktam, az nagyon hasznos. Ha a közben gyakorlom, mondjuk így a jelenlét állapotát elérni, az rossz vagy jó? Nem jó és nem rossz. Sőt, nagyon ajánlatos, hogyha a joga segít, a jogában gyönyörű, elmélyült meditatív állapotokat el tudsz érni, bizonyos pozíciókat ki tudsz tartani egy percig, két percig, stb. Ez mind rendben van. Amikor viszont a tudat tárgyát elvonod, tehát a mozgás megszűnik, akkor a mozgás által elnyomott karma megjelenik. Tehát ezért van a nem mozduló test, nem mozduló beszéd, nem mozduló tudat. És hogyha a jogában ki tudsz tartani bizonyos pozíciókat, a padmászana ugye a, a lótuszülés maga, vagy a halászana ugye a fekvő lótusz, vagy oroszlántartás, tehát ezek az ászanák és a pránajámák együtt pontosan a tudatnak a jelenlétét, a test és lélek pillanatban való teljes értékű kapcsolódását szolgálják. Tehát a jóga fantasztikusan jó eszköz. Ha zen szeretnél gyakorolni, van olyan tanítványom, aki szintén gerincsérves volt, és lefeküdt két ilyen matrac, és így nézte egy a mennyezetet 50 percig. Úgy is lehet. Van, aki strandlabdán ül, van, aki széken ül, tehát az, hogy tapasztald meg a nem mozduló testet, az bármi módon lehetséges. Viszont a jogát nem hagyjuk abba. Ha már egy ilyen kondíció fölállt, amit mondtál, hogy jogázni kell nagyon-nagyon sokáig, és az életednek legyen a része. Nem azt mondom, hogy a jogával csodákat lehet tenni, de elképesztő fizikai és energetikai változásokat lehet létrehozni a tudati mellett. Hogyha tényleg a jóga nagyon szimpatikus és működik, egy olyasféle közösséget, jogatanárt és tanítást találni, amely vihet tovább. Jól értettem? A karma szülőről gyerek felé működik, hatással van, visszafelé nem? Van, csak nagyon kevés. Tehát a gyermek nem tudja visszatanítani. Van, amikor a szülő elég nyitott ahhoz, hogy eltekintsen a nagyon vertikális viszonytól, hogy na, én adtam neked életet, én nem Főtt tőlem tanultad az összes viselkedés mintádat, plusz ugye a másik szülő. Visszafele nagyon nehezen taníthat. De valamennyi lehet. Amikor a Butha visszatért az erdőből, hegyekből hat év gyakorlat után, akkor a volt felesége, a gyermeke, a háztartása mindenki üdvözölte, kivéve az apját. Az apja nem volt hajlandó látni. Tehát nem tudta azt a szülőt maga mellé állítani, aki végül is a legnagyobbat szenvedte azért, mert akkorát változtatott a saját karmáján, amekkorát. Tehát Sákyamuni, azaz Gautama Siddharta nem volt hajlandó az apja karmáját követni, nem volt hajlandó világuralkodó lenni, azaz egy nagy maharádja Észak-Indiában, nem volt hajlandó a Ksatria a norma rendszerét követni, és éppen ezért az apja szemében egy teljesen semmire kellő deklasszált elem lett. És mivel az apja a saját meghiúsult elvárásain keresztül szemlélte Buddhát, hát nem a megvilágosodottat látta benne, hanem az elbitangolt fiát, aki semmire kellő lett. És hogyha megnézed az életrajzokat, ezt a tényt, Mindegyik említi, de utána rögtön valamivel be is kenni szépen a spirituális gletfasatot mozgatja, és a mítosznak a töltő anyagával a tényeket szépen ott a masszírozza, ugye? És a harmonikus magyarázatok enyhe smirgli papírjával dörgöli le a felületet, nehogy beleakadj és belekérdezz. Na ezen azért jó, mert kérdésekkel él, és nem hajlandó a dogmákat elfogadni, és kérdezzél bele nyugodtan, hogyan lehetséges az, hogy az apja nem látta meg a megvilágosodottat buthában. Azért, mert nem a buthát látta, hanem a fiát. Tehát lehetetlen volt visszafele tanítani a még buthának is. Na most nekünk ez még nehezebb, mert a mi szűrőink az elég vastagon rajtunk vannak. Tedd azt, amit megtehetsz, de ne legyél Don te és a szélmalmokkal ottan harcolgass. Úgy tapasztalom, egyre inkább úgy látom, hogy a világ, anyagi világ egyre szélsőségesebb. Egyre inkább a végletek felé megy el, és itt nem elsősorban az időjárásra gondolok, és az a fajta egészséges mérték, mértékletesség, amit hívhatnék arany középútnak, egyre inkább elfogyatkozik, egyre kevesebbet látom ezt a fajta arany a egészséges mértéket, mértékletességet. Én látom rosszul, és ez nem így van, vagy valóban így van, és esetleg ez erősödik is, vagy mindig, mindig is így volt, és ez így van rendben. Létezik-e a világ a tudatottól függetlenül? Azt mondanám, hogy nem. Akkor van külön anyagi világ, ahogy a kérdésedben mondtad? Nem. Tehát nincs? Nincs. Akkor az anyagi világ megy szélsőségekbe, vagy a tudat? A tudat. Akkor megválaszoltad a saját kérdésedet. Köszönöm. Kérdésem, hogy milyen fából készült a bot, és mi a szerepe? Gyere ide, megmutatom. Nem tudom, milyen fából készült a bodda, a szerepét azt egyre inkább ismerem. Szeretnéd tudni? Igen. Akkor gyere ide. Milyennek a botnak az igaz természete? Létezik. Ezt tőle hallottad? Én látom. Fogom a működése és a természete azonos, vagy különböző? Egy. Akkor mutasd be. Mi a működése? Több célú úr lehet. Most gondolkodsz. Adj egy gondolkodás nélküli választ. Hogy működik ez a bot? Már láttad, már hallottad. Figyeltél ma este? Igen. Azt hiszem. Nem hiszek a szavaidnak, a tetteidnek, inni fogok. Korrekt. Gratulálok. Mindenki azt hitte, hogy jó megverem, mi? Ráhúzok a hátra. Nem, bátor volt, kijött, megkapta az első fél interjúját, a második felét, hogy eljössz a templom. Nagy nyugati bóti szatvánk, egy olyan mondatára kérdeznék rá, hogy szerest fele barátodat. Uh, számomra ez. Uh, mint te magadat, nem hagyjuk le a mondat második felét, jönet. mert akkor ott hova jutsz? Na. Igen. Um, a könyvtár pincéjébe, ahol sokat fogsz másolni. Tessék. Igen. Én úgy látom, hogy ez pontosan a nullponthoz vezetne. Amihez? Hát uh, hova meg kellene érkezni. Hát ide kéne megérkezni? Nem. Hogy uh, szeretni egy fele barátot ez valahol kioltja a két érzelmet, vagy az érzelmi végleteket. Én Ricsi, is. te most gondolkodsz, figyeled? Igen. Akkor nincs szeretet, nincs. akkor nincs szeretet, akkor csak túlgondolás van. Térj ide vissza, megvalósul a fele baráti szeretet. Jó? Köszönöm szépen. Megköszönöm mindenkinek a ma esti jelenlétet. Szeretnék lelkesíteni mindenkit a közös és egyéni zen gyakorlatra egyaránt, és szeretettel várunk mindenkit a holnap kezdődő workshopon, a templomunkban és egyéb helyeken, ahol a zen, a meditáció és a tudat felébredésének az útja megjelenik. Köszönöm a figyelmet.